És üdvözlök mindenki, Szója vagyok, ezt pedig mind láthatjátok a Sims 3-annak is, a Dora King életének egy következő része, epizódja, akárhogy... Vagy hát mi lehet, de... Jaj, Szovi, Istenem, nem találod mindig a szavakat, szóval a Dora King életének következő része, epizódja, kinek melyik tetszik. Ezt akartam mondani. De kapásból megint egy faillal kezdek. Na mindegy, hozzászokhattatok. Na, mi lesz a mai részben? Vasárnap délután van. Eszünk egy lekváros kenyeret, mert miért ne, mert olcsó, meg minden, meg nem kell érte fizetni. Aztán elzúzunk a versenyre, aztán bízunk benne, hogy Dora eléggé okos, most már, ahhoz, hogy lenyomjuk a többieket. A sárga fődik. Kell egy taxi, köszöntöm szépen. Úgyhogy megyünk is szépen a versenyre. Ideni ebbe az épületébe. Fú, mindjárt betölt. Úgy, né. És részt veszünk a versenyen. Kicsit gyorsítsuk fel az időt. És nem tudom, hogy miért rakod a felvétel, miért ugrál a Fraps össze-vissza. Lehet, hogy azért, mert túl sok mindent kellene itt a játéknak egyelőre betöltenie, meg hát, az is, meg hát pluszba az is, hogy Fraps-szel közben ugye felveszem a játékot. Úgyhogy lehet, hogy azért akad a játék egy picit. De semmi gond, srácok, mert én közben... Nyomatom nektek a szöveget, miközben Dora éppen a versenyen vesz részt, és remélem, hogy jól fog teljesíteni, és a logikám fel fog ugrani az ötödik szintre. Ezt mindjárt meg is látjuk pár másodpercen belül. Kettő, egy, és most. Vagyis most. Stop. A tömeg csak úgy ámult, probléma megoldó képességet láttam, még csak a közeledben sem értek a többiek a legjobb mégis. Az volt, amikor megoldottad a mi volt a... Mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Örök dilemmáját élvez a diát, a még élesebb elme áldásait. Az előtt Cassimeleont kaptam! Az igen, na végre, most már van pénzem! A fene egye meg. Megoldotta azt, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Hát ez egyszerű, a krumpli! A krumpli volt előbb! Hát a tyúk vagy a tojás, hát a krumpli. Na, zúzzunk haza, mert holnap meg dolgozni kell. Vegyünk egy új holmit legalább 250 szimeleon értékben. Jó. Ezt meg is oldjuk. Okosan. Okosba. Ezt úgy fogjuk szépen megoldani, hogy... Hogy... Hazajövünk. És... nyomunk egy pauzét. És mondjuk kiveszem ezt. Betesszük ezt. Fizetés emelés kapni mindjárt. Veszünk szépen egy szaktáblát, ami pedig valahol itt van. 10. évforduló sakkészlet. Meg itt van a Sonaflux gitár, ezt vettem meg annó. Sárkánytojás. Ez meg a kiegészítő, mindegy. Ezt mondjuk ide tesszük. Királyság, meg ide tesszük hozzá ezt a széket. Mondom, ide tesszük hozzá ezt a széket. Csak el kéne forgatnom. Úgy, köszöntöm szépen. És elvileg így... Ez az. Csomó... vágyat teljesítettem. Sakkozni. Fizetésemelést kapni. Jó. Miért nem tudok sakkozni? Ajj. Rossz helyre tettem. Te most mit csinálsz, ember? Szovi, mit csinálsz? Azt mondd meg! Mit művelsz? Jó. Soha. Köszönjük szépen. Úgy. Amúgy, hogyha megkérdezitek, hogy miért ilyen... rossz minősége van a... hangnak. Ennek egyetlen egy oka van, srácok, az, hogy az első részben én kaptam egy figyelmeztetést a YouTube-tól, hogy harmadik féltől származó hanganyagot tartalmaz a videód. Ez ugye azért volt, mert az intróban lévő zene az nem az én tulajdonom, hanem az Electronic Arts-nak a tulajdona, illetve a Maxis cégnek a tulajdona. Én ezt el is fogadtam meg minden. És azért ilyen a hangminősége a játéknak, hogy egy
pindurkát torzítok rajta, így talán nem veszi észre a YouTube, és talán így nem fog minden egyes résznél nekem beszólni, hogy harmadik féltől származó tartalom van. Ennek következtében mindenki meg tudja nézni a videót, és nem fogok kapni Németországból 18 millió dislike-ot a videó alá. Köszöntöm szépen. Na, de akkor. Olcsó ágyakon alvó, belemere olcsó ágyakon való alvás minden szín megsínyli. Aha. Jó. Értem én a célzást. Magyarul vennünk kell egy új ágyat. Das ist der új ágy. Orbitálisan új ágy. Azt nem tudom, milyen ágyunk van most. Ilyen rácsazott izé van. Elvileg ez az ágyunk van. Energia 3, lazítás 3. Energia 5. Kuc-kuc. Tudom, fulladjak meg. Energia 6, közérzet 6. Közérzet 2, na. 1500 Simeleon. De... ha ezt aladom, akkor nem lesz meg 1500. Jaj, Istenem. Vagány-magány, egyszemélyes ágy. Energia 8. Wow. Kiírta volna egy egyszemélyes ágynak nagyobb a izéje, mint egy dupla ágynak. Nagyobbak az értékei, na, azt akartam mondani. Nem zöld, az jó lesz majd. Ja, csak nincs meg hozzá a pénzem. Most sincs. Hát ez mekkora egy szívás. Akkor marad a duplágy. Ez jó, csajos. Nem tudom mitől csajos, de hát mindegy. Nem értek én a divathoz. Jó, hogy elmentünk erre a cuccra, erre a versenyre. Kaptam egy csomó pénzt. Itthon kellene ugye dolgoznom, meg venni logika témai könyvet. Meg fizetésemelést kapni. Aha, mennyi mindent kellene csinálni. Vonatkozz össze ezzel a Dustin-izével. Ez jó a Sims-be, sose unatkozik az ember. Menj az idő, este 8 óra. Hívjuk föl! Miért ne? Ha hívjuk föl, ha most Istenem, hogy csevegünk vele, a Max majd elküld majd a francba, hogy mi a francért hívogatom őt ilyen későn. Na hát menjen a francba. Ez a izém. Az a dolgom, hogy hívogassam, zaklassam őt. Használjuk, fürödjünk meg, aztán aludjunk. Jól van, este 10 óra, mikor jön a izém? Reggel 8-kor. Tudok egy 8 órát aludni? Bízzunk benne, hogy tudok 8 órát aludni. Ja, mert ott van a tányér, azért nem tudtam én odaülni, oké. Hát olyan 40% kb. Most a barátsági szint. Mert az ismertségi szint. Vagy hát értitek. Mert én nem tudom ezt, hogyan kell ezt most értelmezni. Lényeg az, hogy 40%-on megyek. Azt hiszem, hogyha 100%-ra megyek, akkor... Na, ha 100%-ra megyek, akkor lesz a kizé szerelmes pár. Mindegy, ezt majd mindjárt majd kivesézem valahogy. Időugrás, srácok. És itt is vagyunk, de ismételten egy időugrás fog következni, srácok, mert megint, hát igazából fel kellett ébresztenem, még idő előtt, mielőtt jön a munkahelyi autó, ami elvisz engem dolgozósba. Már itt is van, úgyhogy srácok, ismételten egy időugrásban fogunk lenni. Ja igen, kemény munka, igen. Na, minden időugrás, jövünk mindjárt, jövök mindjárt. És vissza is tértünk, srácok. Na nézzük csak. Stop! Dóra hazaindult munkahelyre. Dóra fizetése 150 Simeleon. De elvileg... Azaz! Gratulálunk Dóra, a lenyűgöző teljesítménye meghozta számára. Jó, megérdemelt, előléptetés mostantól mentős. Isten királyság! Ráadásul 300 Simeleon bónusz is kapott. Megint csak Isten királyság. Na nézzük csak, végre valóban gyógyíthatsz a mentősök... Közben azért menjen a játék. Végre valóban gyógyíthatsz a mentősök érnek... A mentősök érnek ki elsőként a helyszíre. Igen, na. Hogy ellátásban részesítsék a rászorulókat. Ezért rendkívül fontos, hogy karban tartsd a logikádat, így ha másodperc 5 rész alatt kell határozni, biztosan lehető legjobb döntés hozod majd. Duro jelenleg 20 óránként 28 Simeleon fizetés kap, munkaideje pedig reggel 9 délután 4 óráig tart. Tehát plusz egy órát kell nekem dolgozni. Nem baj ez. Ráérünk, jó az, Isten királyság. Ja, amúgy nem mondtam, hogy ezáltal a könyves izé
verseny után én kaptam egy plusz hangulatot, ez a jó szórakozik. Nora jól érzi magát és nem stresszel, plusz 25 hangulatot kaptam. Úgyhogy tudtam egész végig keményen dolgozni, és hát meg is jött a jutalma. Mert hát, nézzétek meg, most harmadik, negyedik szintű... Harmadik szintű vagyok az egészségügyben mentős, és el kellene érnem, hogy az ötödik szintet. És ugye otthon is szeretnék majd dolgozni. Venni kéne egy logika témájú könyvet. Ahhoz viszont el kellene menni a könyvesboltba. Mindennapi bált öltözünk szépen. Aztán elzúzunk a könyvesboltba, ami... Itt van. Veszünk egy izét. Egy ilyen logika témájú könyvet. Remélem, hogy itt van. Bízok benne. Tudnám értékelni, hogyha lenne. Ó, Isten királyság. Na nézzük csak. Vásárolunk egy általános nem jártasság, kotta, gyermekkori horgászati szakkönyvek, receptek, jártasság. Köszönöm szépen. Kell nekünk egy... Logika. Logika első kötet, futók és lovak. Futók és lovak? Mi van? Logika szükséges szintje nulla. Ja, mert az első szintű logika ezek szerint. Nekem kell valami durvább. Karizma. Ja, mert ez a vonzerű. Logika, igen, ez hatos szintű kell. A logika 3-hoz. Logika 2-höz mennyi kell? Ez. Jó. Kosárba vele. Vásárlás. De Dorking ismét imént vásárolni ment, nem felejti el a... Stop. Zúzunk haza. Olvassuk azt a könyvet. Dorking ismét vásárolni ment, nem felejti el egyhamar, hogy mennyi pénzt eltapsolt. Miért olyan drága volt? Nem is figyeltem az árát. Tipikus nő, mint hogyha egy nő lennék kávé. Jó, most nem akarok senkit sem megsérteni, de vannak azok a tipikus nők, érted, hogy csak megveszik a cuccokat, de közben nem érzékelik a súlyát. Hogy mennyi pénzt is tapsoltak el. Mondjuk egy cipőre vagy akármire. Fölöslegesen. Mindegy. Tehát most senkinek nem akartam én ezzel beszólni, nem a nőket akarom izni, csak van az a réteg. Tehát van az a réteg. Nem a nőket akartam ezzel a becsmérelni. Na de minden, mert vettünk egy logika könyvet, amivel elvileg nem tudom, hogy mennyivel fog nagyobb lenni a logikám. Csináljunk egy őszisalátát. Használjuk. Fürödjünk. Aludjunk. Mert reggel menni kell dolgozni. Na de úr, elolvastam azt a könyvet. Á, kit érdekel? Olvast ki azt a könyvet. Bűvészkedés. Mi ez? Segíts! Kikönyvel őket az irodádban, és szertehetsz egy kis mellékesre. Köszönöm, nem. Orvos leszek, nem izé, aktakukac. Könyvmoly. Á, Istenem. Sokáig tart ezt kiolvasni. Na, végre. Gratulálunk, Lujka jártasság 5. szintre ugrott. Mindig olvasod? Hagyd már abba. Majd akkor ki lesz majd olvasom, vagy akkor legközelebb. Ugye? Jó, mert még itt van. Fú, Istenem. Mindjárt összeesünk a fáradtságtól. Hát úgy tűnik, hogy nem fogunk sokat aludni, az is biztos. Na mindegy, így jártunk. Kicsit elnéztem itt az időt. Na mindegy. Időugrás, srácok. Bár nem sokat kiugrunk most az időbe. Mondtam én, már itt is vagyunk kb. És... Kuc-kuc. Megesszük ezt. Mondom, megesszük. Hogy legalább az éhségünk magasol legyen. Itt lesz az autó mindjárt. Hát mindegy. Az energiánk nincsen a toppon, de hát most ez van.
Ahhoz képest, hogy nincsen bejáró, nem. Elég tiszta lakás. Jó, mondjuk nem a fürdőszoba, az biztos, de hát most Istenem. Ja, mondjuk, hogyha meg se. Húzd le. Tisztíts meg. Tereléd. És jött is. Értünk a kocsi. És hogyha jól számolom, vagy hát jól nézem az időt, akkor pont időben vagyunk. Micsoda jó kis útszia van, nézzétek már. Micsoda jó kis mentős útszia van. Na mindegy, szóval idő van, srácok. Ne dudáljál már, légy szíves. Úgy, köszöntem szépen éppen a nézőimhez beszéltem. Szóval, idő van, srácok, úgyhogy ennek a résznek most ennyi volt. Kemény munkát ugye beállítottam, innen fogjuk folytatni, köszönöm szépen a figyelmeteket, Dorking életének nem tudom hányadék részét láthattátok, innen fogjuk folytatni. Ja igen, és szóval jó voltam, sziasztok! Ó, mégse sziasztok, egy pillanat! Figyeld, a könyvesboltban a határidő lejárt előtt és pénzüti a markot, logika eltosság növelése. Aha! Aha! Oké, ezzel a lehetőséggel élni fogunk. Na mindegy, ez van a kis száz a vége, innen fogjuk folytatni akkor. Köszönöm szépen a figyelmet, Szói voltam, sziasztok!